Akkor köszöntjük az Afrikáért Alapítvány rajongó táborát, érdeklődőit, és mindenkit, aki véletlenül ide tévedt és minket néz. Most egy, ha már így benne vagyunk egy csúnya fertőző betegségben, akkor egy másikról fogunk beszélgetni, ami csak azért, hogy eltereljük a figyelmét, mert mindenki figyelmét erről, amiben most vagyunk, ami sokkal látványosabb, és tulajdonképpen úgy vezetődött be a köztudatba is, hogy ez valami rettenetes, tehát tulajdonképpen a kirekesztésnek a szinonimájaként. Mielőtt folytatnánk, bemutatom azt az öt embert, akivel most így együtt vagyunk el körül, a virtuális kerekasztal körül. Témánk ugye a lepra. Az Afrikáért Alapítvány elnöke ül itt. Mutatkozz be, Franz, olyan nagyon nem kell magad bemutatni egyébként. Jó, Franz Mutoma vagy, Afrikáért Alapítvány vezetője. Igen, az Afrikáért Alapítvány egyik önkéntese Emi, aki hát fotográfus, önkéntes, humanitárius turista, Afrika szerelmes, és a többit mondod magadról. Sziasztok, Balázs Fülöp Emese vagyok, és amint nagyon kifejtetted, így az önkéntes, fotográfus és Afrika szerelmes. Igen, részletesen majd folytatjuk még. Ingrid orvos, és ezen belül hát ugye nyilván lepra szakértő is, de egyébként hát orvosként nem csak Magyarországon, hanem Afrikában is hát praktizálsz, vagy legalábbis előfordulsz. Ez mit jelent konkrétan? Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és egy pici pontosítás szükséges Csillának. Én Lengyel Ingrid vagyok, és nem vagyok orvos, egészségügyi szakértője vagyok az alapítványnak, és egészségügyi szakirányú végzettséggel orvosi missziókban dolgozom, egyébként mentőtisztként végeztem, és annak a leképeződését viszem Afrikába. Több ízben jártam már Afrikában, Kongóban, Ugandában, egészségügyi misszió keretén belül, és amiért itt ma részt veszek veletek ezen a kerekasztalon, hogy ahol Emi is járt, ott én is jártam az előző misszióban, abban a lepratelepen, és szeretném egy picit majd a bemutatkozást követően magát a betegséget a kedves nézőknek bemutatni egy picit szakmai oldalról. Úgyhogy köszönöm szépen! És Péter pedig, akinél ez a sok-sok szám látható, de egyébként Dankó Péter ül a sok szám mögött, ő pedig hát, hogy úgy fogalmazzak, a nemzetközi küzdelem, a lepra ellenes küzdelemben vagy benne, majd elmondod egész pontosan, hogy ez mit jelent, hogy milyen helyszíneken és milyen missziót teljesítesz. Most csak egy rövid bemutatkozást kérünk. Én is szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót és nézőt. Dankó Péter István vagyok, és a Nemzetközi Lepra Szövetség hollandiai tagozatának vagyok a munkatársa. No, akkor csapjunk bele a közepébe. Ugye Ingrid, akit leorvosoztam, de nem sértő, hogy meg emiatt vagy, szóval, hogy mondjam, sajnálom, de hogy igazából amennyire félelmetes a mai napig egyébként, félelmetesnek hangzik ez a betegség, talán leginkább a külső jellemzői miatt, annyira kiveszett körülöttünk. Tehát tulajdonképpen Magyarországon talán nincs is leprás, annál inkább van, mondjuk, de talán a világban sincs már annyira sok. Érdekes egyébként, azt olvastam, hogy 2018-ban még több mint 5 millió volt, manapság inkább ilyen 200 ezer körül van, mert hogy ugye lehet azt mondani, hogy ez egy leküzdött betegség abban az értelemben, hogy van rá gyógyszer, ugye? Igen. Akkor menjünk vissza egy picit az elejére, hogy akkor ismertessük meg a kedves nézőkkel, hogy mit is jelent tulajdonképpen a leprának a betegsége, leprabetegség, leprózus állapot, ugye ezeket halljuk a szakmai körökben. Tulajdonképpen már a Biblia is említi ezt a betegséget, tehát nem egy új keletű dologról van szó. Ugye nem végzünk most részletes orvostörténeti kutatásokat, de hogy Hammurapi törvénykönyvéből már
a Bibliában, illetve kínai orvosi szövegek is említenek leprásokat. A leprának van egy ilyen nagyon-nagyon fura misztikuma jelenleg a világban, jelenleg is a világban, erről majd a lepra telepek kapcsán szerintem Emi fog részletesen beszélni, és Franz, és én is nagyon szívesen. De hogy mi is ez a betegség tulajdonképpen, ugye azt említettem, hogy sok-sok évszázaddal, évezreddel ezelőtt már volt erről szó, és aztán igazából egy nagy ugrással a 19. század második felében Gerhard Armauer Hansen nevéhez fűződik. Ő egy norvég tudós volt, aki először identifikálta, vagyis azonosította a leprának a kórokozóját, a leprabetegség kórokozóját. Ezért aztán sok országban Hansen betegségnek is hívják ezt a betegséget. Magyarországon, a magyar fejekben egyébként, mint más fertőző, újszerű és ismeretlen fertőző betegségek tekintetében mindenki, nem csak Magyarországon, a világon bárhol, mindenki ilyen felkapja a fejét, úristen, úristen, belehalunk mindannyian, és nem erről van szó. Hál' Istennek, de hogy... Azért is igen. Különbözik a többitől, tehát mondjuk amikor egy kolera vagy pestis járvány végig söpört Európán, akkor azért ott nagyon megtizedelte a népességet. Miközben a lepra az nem úgy egy járvány, hogy akkor jön egy hullám, és akkor rengetegen elkapják, és nagyon sok beteg van, hanem hát ugye azért eleve a népességnek egy nagy része nem is fogékony rá, ugye? Igen, nagyon sok dolog van, amihez szeretnék kapcsolódni, amit mondtál, hogy azt mondod, hogy nem egy ilyen világsöprő járvány, mint mondjuk most a koronavírus járvány. Ennek az az oka alapvetően, hogy pár héttől akár évekig is terjedt, lappanghat a kórokozó, és tulajdonképpen ez a kórokozó, ami a leprát okozza, a leprabetegséget okozza, ez tulajdonképpen majdnem megegyezik egy kis különbözőséggel a jelenleg is idézőjelben életben levő TBC kórokozójával. Tehát ez egy baktérium. Egy baktérium, mikobaktériumnak hívják. Makacs, nehezen kiirtható, és felső légúti terjedéssel terjed egyik emberről a másikra, tehát légúti fertőzéssel, cseppfertőzéssel terjed emberről emberre. És azt mondtad, hogy hát nem kapja meg mindenki, és nem mindenki fogékony rá, ez így van, nem véletlenül van azokban az országokban jelenleg is még lepra, illetve leprabeteg maradvány tünetekkel, amelyek elmaradott országok. A világ leprabetegeinek jelenleg is a 80%-a Indiában él. A többi országokban, ugye a fejlődő országokban, az afrikai országokban, a szegény országokban, nem kivétel alól, ez alól Kongó sem, ugye erről fogunk majd beszélni, Etiópia, és Péter még tud említeni egy pár olyan országot, ahol jelen van. Itt a rizikófaktorok jóval magasabbak, mint Európában, mint Amerikában. Rizikófaktornak tekinthető az alultápláltság, az éhínség, a nem megfelelő közegészségügyi helyzet. Az a maradvány tünet csoport, ami azt az elrettentő és bizarr látványt eredményezi a leprásokon, amit majd fogunk látni a filmen is, meg a fotókon is, azok tulajdonképpen ebből a rizikótényezőkből és ebből a közegészségügyi helyzetből adódnak, hiszen azok úgynevezett felülfertőződések. Egy alapvető beteg ember, egy beteg állapot, egy aktív leprás állapotnak egy másodlagos fertőzöttsége, ami tulajdonképpen egy szövetroncsoló hatást eredményez, és ez a szövetroncsolás utána meggyógyul, mert hogy terápia van rá, mindjárt elmondom, hogy mi, tehát van rá terápia, meggyógyul ez az állapot, elszáradnak ezek az aktív roncsolódások, és ezt fogják száraz leprának hívni, ez már nem fog fertőzni. Tehát tulajdonképpen ezeknek az embereknek az elkülönítése nem is annyira a fertőző képességük miatt történt, hanem azért, mert maga a látvány annyira, hogy úgy mondjam, iszonyodást, visszatetszést kelt, ugye, ahogy a fényképeken is most láthatjuk, hogy hát az emberek úgymond magukat akarták megkímélni ettől, hogy ezzel szembesülniük kelljen. Vagy talán fordítva, a társadalom akarta az épp tagokat megkímélni az ezt mondom, elől. Igen. Ja, igen, bocsánat. Igen. Hogy igen,
Így van, tehát ennek az izolációnak, szegregációnak igazából sztereotíp oka van. Tehát az, hogy a félelem az ismeretlentől, vessük ki a társadalomból, ugye nagyon sok hiedelem, kérlek, ne majd az egész is ki, ne kelljen látni, ne találkozzak vele, ez valami rontás, valami rossz, amitől én is biztos beteg leszek, és ezért aztán teljesen távol tartják jelenleg is ezeket az embereket a társadalom épp egészséges tagjai közül, évek, sőt, mondhatni évtizedek óta. Egy picit azért... Franz, most... Bocsánat, csak egy ugrás kedvér, hogy emlékszem arra, van egy közös kedvencünk, egy mali énekes, Franz, emlékszel, aki ugye, hogy hívják, akinek fehér a haja? Salif Keita. Salif Keita, igen, de hogy hívják azt a betegséget? Albino, és hogy emlékszem, mesélted, hogy Afrikában milyen hiedelmek kapcsolódnak az albino emberekhez, a leprásokhoz is kapcsolódnak ilyenek? Most ugye nyilván a kettő nem hozható össze, hiszen az albino nem egy ilyen betegség, csak ugye, hogy az afrikaiak, ugye, akik sötétbőrűek, számára ez a fehér bőr, foltok, kék szem, ugye, tehát hogy ez annyira visszatetsző, vagy ugye kék szem? Nem, piros. Milyen szem itt van? Nem, általában világos szem, és a nyálkahártya körülötte az íris gyulladt, és attól piros inkább. Igen, tehát igen, világos igen. A szem, igen. Most bocsánat, hogy ezt így idehoztam, tehát hogy a párhuzam csak annyi, hogy ott is elképesztő hiedelmek kapcsolódnak hozzá, és emiatt gyakorlatilag egész életükben üldöztetésnek vannak kitéve. Ugye a Salif Keita szerencséje az, hogy ő uralkodói családból származik, tehát ő ennek ezt megúszta. De hogy például a lepra betegséghez kapcsolódóan milyen hiedelmek vannak Afrikában? Tulajdonképpen az országtól függ. Nálunk az albinók Kongóban vannak hiedelmek, de nincsenek kiközösítve. Tehát, igen? Nincsenek kiközösítve egyáltalán a Kongóban. Inkább azt gondolják, hogy valami misztikus erejük lehetne, de igazából elfogadott, senki nem piszkálja őket, sőt, fehérnek, mundének nevezzük őket, inkább ilyen kedveskedés velük. Tehát egyáltalán nincsenek kiközösítve, mint a Tanzániában, Maliban vagy Nyugat-Afrikában. A leprásokat pedig leprásokkal ellentétben ki vannak közösítve, sajnos. Részben, mert mivel nem tudják hova tenni a leprát, nem tudják azonosítani, hogy milyen betegségről van szó, akkor ők azt gondolják, hogy aki leprás, az már valamilyen formában bűnös, vagy valami titkos gonoszságot követett, azért az ősök vagy túlvilágból akkor ezt a nem ismert a betegséget kapott meg. Ez az egyik a hiedelem, amíg nem tudják ezt azonosítani. Miután azonosítják, és akkor tudják, hogy fertőző, még inkább kiközösítik. Duplán ki van közösítve ezek a leprás betegek. Egyrészt, hogy mert a hiedelem alapján valami fura betegség, akkor az itt kicsit óvakodnak, és másodikig, amikor tudják, ez egy lepra, akkor onnantól kezdve az ember külön kell élnie, külön kisházban, külön a sarokban, és erre is még akár őt maga is a boszorkának is a bebiegyezhetik. Aha. Tehát akkor nincs ilyenfajta, én egyszer Görögországban voltam egy leprások szigetén, már nem működött, de ott voltak a házak, meg minden, de hogy az gyakorlatilag megközelíthetetlen volt, csak aki kifejezetten oda akart menni. Tehát ennyire ilyen szigorú, szigetszerű kiközösítésük, vagy elkülönítésük akkor nincsen Kongóban, tehát közös elkülönítés. Egyrészt a faluban elkülönítik őket, de az állam vagy az egészségügyi zónában, amit tudják, akkor vannak lepra telepek,
és a lepratelepek tulajdonképpen a bizonyos kórház mellett, vagy itt önállók is intézményként működnek, ahol csak a leprások vannak, és egészségügyi dolgozók. És ami szintén durvább, az, hogy mivel eleve az emberek félnek már, hogy meg lesznek felöltözve, azért oda a hozzátartozóik sem szívesen mennek. Az első két alkalma lehet mennek, utána elhagyják ezek az embereket magukra. És amikor kint voltunk, az egyik a bácsi, majd a később a filmben fogunk mutatni, gyakorlatilag ő fájlálja azt, hogy egyedül vannak, és jönnek látogatni őket is. Olyan hálás és boldog volt, hogy mi oda tévedtünk, és a Isten lelki oda vezérelt bennünket, mert nem jönnek látogatni őket. És tudjátok képzelni, hogy abban a társadalomban, ahol a család, a közösség, az összefogás, a szolidaritás, a hagyománya erős, hogy kiközösíteni valakit sokkal-sokkal rosszabb, mint a maga betegség. És azért nekik ez fájdalmasan élik meg ezt, és örülnek bármilyen vendégnek. Emi, ugye egy európai nő, aki szőke ráadásul, eleve Afrikába becsöppenni azért az egy különös érzés, legalábbis nekem az volt, bár én nem vagyok szőke, amikor először mentem, de hogy egyrészt neked ez az első vagy hanyadik afrikai látogatásod volt, amikor, tehát hogy mi jutott eszedbe, magyarán ezt akarom kérdezni, elmenni egy ilyen, hát lepra telep, lepra menhely, hogyan nevezzük? Hát a második alkalommal voltam most Kongóba, 2018-ban Ingriddel, illetve Franszal még voltam, és akkor megmaradt egy kép bennem, hogy megálltunk egy pár órára itt a lepra telep mellett, és illetve Ingrid ott maradt az orvosokkal, mi meg tovább mentünk, és akkor most nagyon ragaszkodtam, és Franzt kértem, hogy az utunk során szeretnék elmenni és meglátogatni a lepra telepet, mert valahogy milyen egy ilyen irány. Hát elsődleges cél ugye az volt, hogy segélyt vigyünk, élelmiszert, és a másodlagos persze a fotózás. És hogyan fog, tehát ugye az afrikai emberek eleve nagyon nem jól tűrik a fotózást. Most ugye, akinek egy ilyen betegsége van, úgy gondolom, hogy különösen nem jól tűri, akkor egyrészt ezt neked mennyire könnyű volt elfogadtatni, meg hogy miért érezted úgy, hogy neked erre szükséged van? Hát én úgy érzem, hogy ahogy Franca is többször beszéltük, hogy nem egy átlagos fotós vagyok. Én nem csak azért fotózom, hogy lefotózzak egy témát, hanem szerintem egyszer azon sok az emberekkel, és azt ültetem képekbe, hogy másoknak is megmutathassam. Úgyhogy nem szoktam soha lerohanni. Mindig először beszélgetni próbálok, megismerni, kicsit közelebb kerülni, és hogy ne azt érezze, hogy csak most ő egy tárgy, vagy egy cél, hanem inkább a cél legyen az, hogy bele vagyok, bele töltök időt, és a fotózás egy mellékes dolog. És mi az, amit elsődlegesen meg akartál mutatni ezekkel a képekkel? Nem tudom, tudunk most belőlük látni? Persze, közben akkor mondja, hogy csak közben keresem a képeket. Amint mondtam, két éve valamiért megragadott bennem, hogy mi elsuhantunk a lepra telep mellett, és így, mint sokan, ez mai napig sok ember fejébe, szerintem legtöbb ember fejébe, egy ilyen hiedelem, hogy a lepra, ez mennyire szörnyű, és mennyire kell óvakodni, és mennyire kell félni ezektől az emberektől. Holott, ha belegondolunk, meg utána olvasunk, rájövünk, hogy ez most már egy átlagos betegség, és teljesen gyógyítható, egy már nem is fertőző, és szerettem volna ezt, szeretném közeljövőbe ezt közelebb hozni az emberekhez, illetve hogy tegyünk értük, hogy jobban fogadják el őket, illetve ne közösítsék ki, ne legyenek magányosak, és segítsük, hogy ebben a nehéz helyzetben is boldogabbak legyenek a mindennapjaik, és jobban meg tudják élni.
Ott ezen a lepra menhelyen, nevezzük így akkor, gyógyítás is folyik? Vagy igazából hát csak a mindennapi élet? Nem, itt ez egy egészségügyi központtól van egy 2 kilométerre, és itt a gyógyítás is folyik. Épp Franz, ahogy mondta az idősebb Gabriel bácsi, aki már 10 éve ott van, ő mesélte, hogy mai napig ő nagyon boldog, illetve annyira reményteli, hisz az elmúlt 10 évben volt, amikor 20-an voltak, 30-an a telepen, most meg 9-en vannak. Úgyhogy nagyon sokan cserélődnek, jönnek, hamar meggyógyulnak, elmennek. Ő a legidősebb, aki leghosszabb ideje ott van. Úgyhogy gyógyítható. Van, aki hónapokat tölt, van, aki éveket. Az a lényeg, minél hamarabb kezelni és foglalkozni vele. Benned volt félelem? Vagy inkább mondjuk úgy, hogy visszolgás, vagy hogy jaj, el ne kapjam? Érdekes, aranyos volt a barátnőm, Kati mondta, hogy Ingrid, de beszélj, hogy hogy kell, mit kell majd csinálni, ha oda kerülsz, nehogy valami bajod essen. Abszolút nem jutott eszembe, sőt, én meg is fogtam ugye a kezüket, én közvetlen vagyok, én nem tudok se egy gyerekkel, se egy leprással úgy visszanyúlni, hogy úristen, most nehogy valami történjen, meg nem is hiszek, én abba hiszek, hogy ha te jót cselekszel, nem kaphatsz rosszat vissza. Ingrid, egyébként bármilyen stádiumában kezelhető ez a betegség? Alapvetően igen, csak ugye el kell jutni a stádiumig, tehát addig, míg az emberek jelentős része nem ismeri fel a tüneteket. Ugye erről nincs, tehát egy alapvetően alacsony szintű közegészségügyi országban az egészségnevelés, maga a megelőzés, ugye a prevenció, ezek mind-mind hiányosak. És hogyha többet beszélnének róla, és többet, ugye több felvilágosítás lenne a lakosság körében, hogy van ilyen betegség is. Nagyon sok betegséget ismernek, a maláriát azért felismerik, a különböző férgességeket felismerik, de hogy ezeknek a tüneteit nehezen ismerik fel. Nem tudják, hogy mit figyeljenek, nem tudják, hogy mennyi időintervallum az, ami alatt megjelenik egy tünet. Tehát nagyon sok a kérdőjel. És onnantól kezdve, hogy valaki, ugye arról nem beszél, vagy nagyon kevés az orvos, nagyon kevés a diagnosztikai lehetőség, és onnantól kezdve, hogy valaki elkerül ebbe a folyamatba odáig, hogy akkor kap egy diagnózist, onnantól kezdve már van erre kezelés, van erre kombinált gyógyszeres terápia, ahogy a TBC-nél ugyanúgy egy kombinált, miután bakteriális fertőzésről beszélünk, a baktériumok ellentétben ugye a vírusokkal, sokkal, sokkal látványosabban gyógyíthatóak. Tehát ahogy megvan a kezelés, ahogy megvan a diagnózis, megvan a kezelési terv, és nyilván pénz kell hozzá, nyilván gyógyszer kell hozzá. A gyógyszer az beszerezhető Kongóba is nagyon olcsón, de a nagyon olcsó ugye relatív, mert ha az embernek nincs pénze, akkor a nagyon olcsót sem tudja megvenni. Tehát mondjuk a támogatás, legalábbis részemről, amikor kint voltam, és ami nekem az elvem, ugye az egészségügyi fejemmel, hogy pénzt kell vinni elsősorban, nyilván a segélyezés, az élelem, minden más fontos, és ott gyógyszert venni, mert hozzá lehet olcsón a mi relációnkba olcsón jutni a gyógyszerekhez, és ott akkor azoknak az embereknek legalább egy kicsit jobbá tenni az életét. Tehát igen, van rá kezelés, csak nagyon nehezen felismerhető, és onnantól, hogy van diagnózis, már tulajdonképpen egyenes út. Péter, a kisfilmet esetleg meg lehet nézni, és utána akkor sok minden formátot is kapunk, ez a 4 perces filmet, én akkor ajánlom, és utána akkor tudunk folytatni. Jó. Ott is szerepel, hogy esetleg Emmi hogyan viszonyult ezek a betegségekhez. Jó. Akkor megosztom a képernyőt. Még nem látunk semmit.
Az normális? Nem. Mm. Akkor addig kérdezek Pétertől, és hogyha elindul a videó, akkor Péter felkészül. Tehát ugye eddig az egészségügyi vonatkozásairól beszéltünk, de azért alapvetően alig, hanem a 21. században a lepra az egy társadalmi probléma, sőt tulajdonképpen egy szegénység probléma. Hogyan próbálja ezt meg, ez még csak a fotó, hogyan lehet ezt, jó, akkor folytatjuk. Hát igen, ugye a filmből is látszik, hogy itt azért ez egy nagyon komplex probléma,
Egyetlen egy gazdag embert se láttunk azok között ülni, akik ott vannak. Nyilván egy gazdag embernél, jómódú embernél nem probléma a diagnosztizálás. Nem jut már egy olyan előre haladott stádiumba a betegség, ahol már nehezebb kezelni esetleg, és nem probléma gyógyszereket vásárolni, és valószínűleg van ahhoz kellő iskolázottsága valakinek, hogy fölismerje, hogy ez egy olyan fajta betegség, amivel foglalkozni kell. Most ez a szegények esetében mind nincs így, gondolom. Hogyan lehet, Péter, megközelíteni nemzetközi szinten egy ilyen komplex problémát? Én nagyon örülök annak, hogy ez a legutóbbi kongói látogatásról készült videófelvétel alapvetően egyfajta vallási világnézeti kontextust is megszólaltatott. Én nekem eleve a személyes meggyőződésem és a hajtóerő a leprások szolgálatában eleve az, hogy nem más, mint maga Jézus Krisztus is azt mondta, ahogy ez leírva van a Máté evangéliumában, hogy támaszhatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat. Ez voltak éppen a missziói parancsnak a része. És most ugrok egy nagyot. A Egyesült Nemzetek Szervezetének a 2015-ben megalkotott fenntartható fejlődési céljai, az úgynevezett Agenda 2030, explicit módon meghatározza azt, angolosan szólva ez a leave no one behind, hogy tulajdonképpen senkit ne hagyjunk a nemzetközi fejlesztési, humanitárius szakpolitikák keretrendszerében figyelmen kívül. És épp a leprások azok, akik a harmadik országokban, szubszaharai Afrikában saját közelmúltbeli tapasztalatom alapján is mondhatom testközelből, szintén nekem is ilyen élményem volt. Tehát mondhatjuk azt, hogy ezek a leprás emberek a társadalomnak az abszolút margóján helyezkednek fel. És ez voltaképpen azt jelenti, hogy én itt nem csak a fizikai szegregációt húznám alá, hanem azt a társadalmi státuszt, amit sajnos nem is lehet státuszként definiálni. Kiemelt jelentőségű az, hogy a fejlesztések, a humanitárius aktivitások során valóban elérjen a segítőknek a keze, a legszegényebbek, a halmozottan hátrányos és különböző betegségekkel szenvedő emberek irányába. Egyéb iránt a maga a lepra az egy elhanyagolt trópusi betegségként van számon tartva a közegészségügyi szakirodalomba, de nekem meggyőződésem az, hogy itt Európában és a globális északon maga a leprának és a leprásokat érintő, mondjam azt, hogy jogfosztásnak a tudatossága az, ami nagyon is el van hanyagolva. Én a Nemzetközi Lepramisszió hollandiai tagozatának munkatársaként tulajdonképpen ebben az évben ért az a megtiszteltetés, hogy csatlakoztam egy olyan programhoz, idén 2021 elejétől indult, amelyet a holland kormányzat, a külügyminisztérium egy 34 millió eurós összköltségvetési keretben támogat, és a Lepramisszió, a holland csapat egy olyan afrikai országokban, nevezetesen Etiópia, Kongói Demokratikus Köztársaság, Burundi, Uganda, Szudán, Dél-Szudán országokban, tehát ezekben a programországokban vagyunk jelen, és kiemelt célunk az, hogy az inkluzív fejlesztés mentén, ennek az elvnek a szellemében a mi szempontunkból kifejezetten a leprabetegeknek a társadalmi beilleszkedését, a jogegyenlőségét, a társadalmi érvényesülési lehetőségüket segítsük elő, és nagyon fontos a lobby, és amit angol nyelven advocacy-nek nevezünk, ami tulajdonképpen arról szólna, ez egy 5 éves időtávon valósulna meg ez a projekt, remélhetőleg ennek lesz manifestuma is, hogy a döntéshozók, legyen az egy helyi önkormányzati szint, legyen az egy kormányzati, nemzeti szint, vagy akármivel Afrikában járunk, az Afrikai Unió, tehát teljesen magas célokat kitűzve, tehát hogy ezeken a politikai, közéleti, döntéshozó szinteken ők tudják hallatni a hangukat, és emellett, még sietve, ha megengeditek, megjegyzem, hogy a Lepramissziónak van egy 3-as célja is, tehát mi
konkrétumokban gondolkozunk. 2035 az az év, amikor zéró toleranciát szeretnénk alkalmazni a lepra, mint betegség, mint jelenséggel szemben, és ennek még kettő olyan lába van, ami tulajdonképpen ez a projekt is hivatott a nemzet afrikai országokban megvalósítani. A lepra által kialakuló mozgásszervi megbetegedések, egyáltalán a fizikai handicap, hogyha szabad így mondani, ez ne alakuljon ki, és ami most az én aspektusomból a legeslegfontosabb, zéró tolerancia a leprabetegséghez köthető társadalmi diskrimináció és a stigmatizáció ellen. Ez a kontextus, amiben dolgozunk, és ami számomra jelen esetben a leprában küzdünk. Igen. Nagyon szép cél lenne. Ingrid, te ugye, aki ott dolgoztál, éltél közöttük, milyen akadályai vagy nehézségei vannak ennek a fajta integrációnak? Most nyilván ennek van egy fizikai nehézsége, tehát akinél már annyira előre haladott a betegség, hogy mondjuk a végtagjai hiányosak, vagy nem tudja használni, ott ugye nehezen merül fel, hogy bármilyen munkaképesség felmerüljön. A másik, meg gondolom, hogy maga a család, amelyik, hát van egy társadalmi szocializáció, amelyik ezt a betegséget félelmetesnek, kirekesztőnek, tendőnek tünteti föl, tehát hogy mennyire magyarázható el az egy közösségben, hogy ettől a szerencsétlen beteg embertől nem kell félni. És még egy oldalkérdésem, hogy ez meddig fertőz? Tehát ebben az előre haladott stádiumban is folyamatosan fertőz valaki, aki ebben a betegségben szenved, vagy nem? Tehát hogy van ez? Tudom, hogy több kérdést tettem fel nem egyszerre. Nem baj, vettem az adást. Igazából azt gondolom, hogy ugye azt említetted, hogy végtaghiány, ugye maradandó sérülések kapcsán, hogy nem látni a koncepciót, vagy nem látni a helyét a társadalomban az érintettnek. Én ezt nem így érzékelem. Tehát én látnám a helyét a társadalomban, hiszen vannak olyan munkák, amelyek ülve végezhetőek, vannak olyan munkák, amelyek lábbal végezhetőek, gondolok itt egy lábbal hajtott varrógépre, és egy kéz elég hozzá. Alapvetően a helyi specifikum, az afrikai helyzet olyan, hogy alapban 85-90% a munkanélküliség. Aha. Alapban van egy olyan megrögzött, több évszázados gondolkodás, ami a hiedelmekre és a téves nézetekre épül, ami nagyon megnehezíti ezt a visszaintegráltságot, és azt gondolom, optimistán, én mindig optimista vagyok, hogy egy paradigmaváltással, és azzal, hogy akár olyan missziókat szervezni, amely ezeket a kis magokat elülteti kisebb csoportokban, aztán egyre nagyobb csoportokban, aztán akár ugye az a rendszer szinten és állami szinten, hogy el fog jönni az az idő, amikor már közelednek a felek egymáshoz. És közelíteni szükséges. Tehát kell én azt gondolom, hogy ez nem máról holnapra fog megtörténni, de hiszem azt, hogy részben a hit, én nagyon, nagyon a hitnek az erejében nagyon, hogy mondjam, tehát támogatom, hiszek, igen, nem akartam duplikálni, de igen, másrészt pedig tényleg azt gondolom, hogy egyfajta paradigmaváltással és a helyi orvosok, helyi egészségügyi végzettségűeknek egy picit akár külső képzésével egy kicsit felfrissíteni a tudásukat, és utána így csoportokban magonként elszórni a településeken, és az egészséges, mondjuk úgy, hogy egészséges emberek körében, és ezt közelíteni, és szépen lassan közeledni fognak. Ezt így az első kérdésedre, és a második kérdésedre pedig, hogy meddig fertőznek, mert hogy ugye nagy a félelem, hogy te jó ég, meglátják a leprás, és biztos fertőző. Ahogy már említettem, onnantól kezdve, hogy megvan a diagnózis, megvan a kórokozó, meg ha ugye nagyon sok a kérdőjeles tényező, hozzájut-e, van-e pénze, van-e támogatója, hogy megkapja a gyógyszerét, addig, ameddig a gyógyszeres kezelés el nem kezdődik, bizony ez egy fertőző betegség. Ezek az emberek, akiket itt látunk, ők már részben ugye támogatással kapnak kezelést, részben pedig olyan maradványtünetekkel rendelkező, úgymond száraz leprás emberek,
akik már abszolút nem fertőznek, egyszerűen csak és idézőjelbe természetesen, ezen állapotuk miatt nem fogadja őket vissza a társadalom, mert nincs meg az a plusz info, ami ezt a fogaskereket így összezárja. Igen. Van ennek valami nemzetközi módszertannak, kérdezem akár Ingrid tőled, akár Pétertől, hogy hogyan lehet ezeket a fajta előítéleteket egy kicsit lebontani? Mit lehet csinálni? Tehát oda megy a fehér orvos, átöleli, megsimogatja, és akkor látja, hogy ha ő nem fél tőle, akkor én nekem sem kell. Most csak mondtam egy hülyeséget. Vagy bármi olyan, ahogy ezt kicsit lehet oldani. Mert ugye minden, ami félelemből fakad, az annyira zsigeri dolog, hogy azokat a legnehezebb oszlatni, lebontani, enyhíteni. Én azt gondolom, hogy fontos kérdés az, hogy tulajdonképpen ezeket a negatív sztereotípiákat kik táplálják, és ezeknek a negatív sztereotípiáknak hol van a legkézzelfoghatóbb következménye, amely amúgy is ezen hátramaradott, egészségügyi szempontból hátramaradott társadalmi csoportoknak a helyzetét még inkább súlyosbítják. Mit akarok ezzel mondani? Az, hogy a globális északon, itt Európában talán meglepődünk azon, a tényen, hogy egyáltalában a lepra, mint jelenség, tulajdonképpen egyes déli országokban, szegényebb országokban jelen van és sújtja az ottani emberek mindennapjait. Azon kívül én nekem meggyőződésem az, hogy az első lépést ott helyben kellene megtenni. Tehát az ő, és ismételten visszakanyarodok ehhez a kulcshoz, az ő társadalmi beágyazottságuk, érdekérvényesítő, mondjam azt, kapacitásuknak az elősegítése. Szerintem ez a legfontosabb és legelső kérdés és akció, amit nekünk ki kellene tűzni célul. Mert mihelyt, és én nem azt gondolom, hogy halat kellene adni állandóan ezeknek az embereknek, egy-egy fénykép, elnézés a kifejezésért, megsimogatni a hátukat, és utána elbúcsúzni, mert az is kell. És ezt a északi gazdag országok és döntéshozók és adományozók körében is nagyon, nagyon is aktívan kell tudatosítani, hogy ez a jelenség van. De azt elérni, hogy ők végül az ottani döntéshozóktól kapjanak hálót, kapjanak munkalehetőséget, lehet, hogy valóban azt a gépet csak lábbal lehet, vagy félkézzel tekerni, de amennyiben ők már termelő tevékenységet folytatnak, a legminimálisabb szinten van hozzáadott értéke az ő szerepüknek, tehát a társadalomnak egy értelmes részét képezhetik. Ez a meggyőződés ott van immár a levegőben, tehát hogyha ezt a szintet már el lehet érni ott helyben, azt gondolom, akkor az ő további előrehaladásukat indított pályára. No, hát idáig, hogy eljussunk, valahol valóban kommunikációval, fényképekkel, helyi látogatásokkal kell kezdeni. De az út valóban nagyon hosszú. Szeretném egy gondolattal, bocsánat, kiegészíteni, igen? Csak még, hogy akkor, hogy a hal és a háló, ahogy Péter is említette, én a hálót alapvetően ezen túl az oktatásban is látom, alapszintű oktatásban, hogy beszéljünk arról, beszéljenek ott helyben arról, hogy ez van, hogy ezt hogy lehet felismerni. Ugye nekem kicsit veszőparipám, franc már könyökén jön ki a prevenció, de hogy erről van szó, hogy már, és kicsit hazabeszélve az alapítványnak is, ugye ott az óriási iskola, be kell vinni már az óvodába, be kell vinni az iskolába ezeket a betegségeket, a megfelelő korosztályos szinteken el kell kezdeni, mármint nem a betegséget bevinni, hanem igen, hogy beszélni róla, oktatni, így van, bevezetni a köztudatba, és ha mindenki csak egy plusz embernek mondja el, hogy mit tanult az óvodába, iskolába, ugye azért ezek az afrikai családok ilyen alapvetően 10 főből indulnak. Tehát nézzük meg, hogy hogyan tudunk koncentrikusan építkezni ebből. Tehát én az oktatásba tenném a hálót idézőjelbe, és csak ennyibe szerettem volna kiegészíteni. Franz, az alapítvány hogyan kezdett a lepra problémával foglalkozni, hiszen hát ugye annyi probléma van Kongóban, és ugye annyi mindent csináltok, hogy ugye ez aztán tényleg egy nagyon marginális és nagyon nyomorúságos helyzetben levő csoportja a társadalomnak, hogy ti hogyan, mikor, milyen eszközökkel kezdtetek ezzel foglalkozni?
Nekünk az alapítványban vannak ilyen néhány stratégiai döntés alapú tevékenységek, amikor azt mondjuk, hogy ebben az évben szeretnénk ezzel a dologgal foglalkozni, szeretnénk segíteni. És vannak olyan dolog, ami spontán. Tehát az olyan, mint a Bibliában a szamaritánusnak volt előre célja, hogy üzletre megy, és utána útközben találkozik egy bajba esett embere, és utána lehet segíteni. Tehát mi is úgy vagyunk vele, hogy ahogy az Isten elénk hoz egy bajba esett embert, vagy egy intézmény, akkor ha rámozdul a szívünk, akkor elkezdünk ebben segíteni. Így jutottunk is a kimpései lepre-telepre, hogy a kimpésében megálltunk egyszer, mert a szállás is van az orvosi negyedben, és akkor mondták nekünk, hogy itt van szomszédságban egy lepre-telep, és azok az emberek szegények, nincs sokszor mit tenniük, meg segítünk. Hát mivel egy utazás során voltunk, és akkor megnéztünk és segítettünk. És ezt követően rövid időn belül, a következő misszió során van egy Bíres János, aki szintén a szívügye a szegényeknek megsegítése, árváknak, a betegeknek, és említette a kimpései kórházat, és pont mondtam neki, ott is vannak a leprások, akik rászorulnak. És ő ezen felbuzdulva, jó helyen, jó időben embernek mondtam ezt az információt, és ha jól emlékszem, akkor utána kiderült, hogy ő is régen segített a leprásoknak ott Romániában, vitte segélyeket is, és adományokat. Magyarul ő mint egyik nagy támogatónk, és hogy megint csak Isten erre hívta őt, és a keremes hasznossal összekötöttünk innentől kezdve 2008 óta szinte minden évben Bíres János támogatónkkal viszünk nagyon sok adományt, élelmiszer, gyógyszert ezek a leprás betegeknek. És azon kívül, a Bíres János támogatáson kívül, ha mi is arra felé megyünk, akkor megállunk, és megpróbálunk segíteni nekik múltkor Ingrid csapatával, orvos csapatával megálltunk, ott is szinte meglátogattuk őket, idén pedig a Emivel megálltunk ott is, hát amit a szavakból nem tudunk mondani, ő pedig a képekben rögzítette, szíve vágya is volt, hogy ezek az emberekkel találkozzon, és szerette volna képeket készíteni róla, és megmutatni a világnak is, hogy ilyen van, ezáltal is járulunk ahhoz, amit mondta, hogy a társadalmi tudatosítás, az információ, a megelőzés. Tehát most Magyarországon is csinálunk, itt pedig elsősorban az emberek tudják, milyen probléma van a világban, és esetleg megindulna valakinek a szíve, hogy támogassa ilyen projektet, örömmel is állunk, és segítünk mindenben. Ez is felhívás is teszem, hogy bármikor forduljatok az alapítványhoz, ha valakinek megesik a szíve, esett a szíve ezek az embereken, és mi eljutatjuk ezeket az adományokat a kórházhoz és a leprá telepbe. Dr. Csáva segítségével egyébként. Igen, Emi, érdekesek a képeid. Nekem először is az jutott eszembe, hogy ugye a kezek az mindig egy kedvenc témája a fotózásnak. Tehát ugye itt a kezeket mutatni az elsősorban a betegség tünetet mutatni azt jelenti,
Meg ugye az is eszembe jutott, amikor a Budapesten a koldusok ugye a kifacsart végtagjaikkal próbálják fölhívni magukra, meg a betegségükre a figyelmet. Ugyanakkor érdekes volt, hogy úgy az emberi méltóság is rajta volt ezeken a képeken, tehát ezeken az arcokon. Neked milyen érzéseid voltak, amikor ott voltál? Milyen érzésekkel jöttél el? Hát amikor indultunk, illetve megérkeztünk, én se tudtam igazából, hogy mire számíthatok, illetve én is még hiedelmekben voltam, én nem voltam annyira tisztában így, hogy is van a lepra, hogy élnek, mit csinálnak. De nagyon örülök és hálás vagyok, hogy eljuthattam és megismerkedhettem velük. Én őszintén megszégyeltem utána magam, mert azt láttam, hogy ezek az emberek, akiknek úgymond semmiük nincs, napról napra élnek adományból, mindenki kiközösítette, és valószínűleg meggyógyul is, nehezen fog visszailleszkedni, vagy talán nem is fog elkívánkozni, mert tudja, hogy nem fogadják be. Ezek az emberek énekeltek, mosolyogtak, viccelődtek, és mindenki a reményről beszélt, és akkor ilyenkor elgondolkozik az ember, hogy Úristen, nekünk mindenünk megvan, és mi panaszkodunk. És ott vannak ezek a beteg, és ez a magányos kirekesztettség, ami a szörnyű. És ők reménnyel élnek, boldogak, odamész, és akkor így, ahogy a bácsi mondta a videóban, hogy mintha Isten küldött volna minket oda, örültek nekünk, hogy végre látogatók, végre valaki oda megy közéjük, és nem az van, hogy ők kirekesztettek, hanem emberként vannak kezelve. Igen. Nehéz erről beszélni, őszintén. Igen. Az jutott csak eszembe, hogy Péter, ugye tőle tudjuk, hogy Magyarországon nagyon régóta van lepra misszió, 1974, ugye azt mondtad. Mi köze van Magyarországnak most azon kívül, hogy akik humanitáris turistaként, vagy bármilyen módon oda kerülnek, nyilván szembesülnek az afrikai országok mindenféle arcával, akár ezzel is. De hogy Magyarország hogyan keveredett, vagy miért érezte úgy, hogy neki küldetése vagy feladata van ezzel, hogy a lepra misszióban részt vegyen? Igen, szeretnék egy nagyon picit pontosítani, annak okán, mert én tulajdonképpen a holland lepramissziót, tehát lényegében holland zászló alatt képviselem a nemzetközi lepramissziót, azt viszont szeretném valóban aláhúzni, hogy Magyarországon 1974 óta működik a magyarországi lepramisszió, Rizskóné Fazekas Márta igazgatóasszony, tiszteletes asszony, református lelkipásztor asszony munkássága alatt, és nekem nagyon nagy büszkeség volt ezt hallani, sőt, jó leső érzéssel töltött el, amikor 3 héttel ezelőtti afrikai, dél-afrikai és etióp utazásom során leültem Fokvárosba egy első találkozó erejéig a dél-afrikai lepramisszió elnökével, és lényegében barátnőként, ismerősként, testvérként beszélt az elismerés nyelvén a magyarországi lepramisszióról, ami valóban többek között legjobb tudomásom szerint, de legyen ez majd kívánom igazgatóasszonynak a következő lehetősége, hogy bemutassa autentikusan a magyar képviseleti irodát, és ez a lassan fél évszázados missziót, de az bizonyos, hogy akár Kongóban, Indiában, tehát több szubszahara, illetve harmadik országbeli társadalmi rétegeknek, csoportoknak, leprásoknak igyekezett már segíteni a misszió. Engedd meg, Csilla, hogy én személyre szabottan a saját élményemet osszam meg, és hogy nekem, mint magyarnak mit jelentett odakint találkozni, éppen most 3 héttel ezelőtt Etiópiába leprásokkal egy Addis Abebai, tehát a fővárosban működő lepra kórházban. 2018-at írtunk, amikor én, ezt nem említettem, az elmúlt 8 évben kormánytisztviselőként dolgoztam a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, és volt alkalmam egy külszolgálatra jelentkezni eredményesen Angolába, hogy elfoglaljam ott nagykövet helyettesként a újranyitott nagykövetségünket. És fél évben nem telt, hogy egy nagyon súlyos, atipikus, trópusi betegségnek az eredményeképpen, amelynek egyébként egy leprához hasonló tünetét is produkáltam, visszajöjjek, és sajnos állomáshelyemet elhagyva, majdnem azt mondom, hogy menekülnöm kellett.
És azt mondtam az egyik éjszaka 41 fokos lázzal, hogy Istenem, hogyha én Afrikába akartam jönni, mert ez volt az elhívásom, akkor miért kell visszamennem? És most értettem meg ott az etióp kórházban, amikor egy 22 éves amputált lábú kislánynak az ágyán ültem, és lényegében mindenki, a helyi kísérőim, az etióp leprámisszió munkatársai, és mindenki sírva fakadt. Tényleg annyira megszólító és szerencsétlen volt ennek a kislánynak a helyzete, nem beszélve arról, hogy onnan jött, abból a régióból, ahol most nagyon komoly humanitárius és biztonságpolitikai helyzet van az országban. Akkor értettem meg, hogy testközelből oda menni a körüppe, és érezni az, ahogy mondta az Emi is, én sem tartottam semmiféle megfertőzöttségtől, egyáltalán inkább szakmailag vonzalmat éreztem, mint hogy bármi ijesztett volna, és megfogtam a kezüket, a lábukat, a sérült felületüket, és anélkül, hogy nagy szavakat használnék, én is azt éreztem, hogy igen, Afrika visszavár, igen, szeretnék a nemzetközi ügyekkel, külügyekkel, ami a humanitárius ügyeket illeti, a továbbiakban foglalkozni, de egy teljesen más keretrendszerben, és ezeknek a szerencsétleneknek az életét segíteni, és valóban azt hallani, amit Kongóban hallottak francék, azt a hálát, azt a köszönetet, és mindenért természetesen az égieké, az isteni, a dicsőség, mi csak parányi eszköz vagyunk. Én nagyon-nagyon örülök annak, hogy az Afrikáért Alapítvány ilyen erős tudatosság növelést tud végezni, és hogy bízok abban, hogy a magyarországi lepramisszióval akár karöltve a következő években ki tudunk szállni ottani leprásokhoz, és el tudunk indítani egy tudatosság hullámot, így fogalmaztam. Ugye itt többen is említettétek már a hit szerepét. Franz, téged kérdezlek, ugye talán minden betegség, ami egy visszafordíthatatlan és életre szóló, azzal azért nagyon-nagyon nehéz megbarátkozni és együtt élni és elfogadni, hogy igen, rám ez méretett. Talán egy ilyen tényleg mindenkiben megütközést vagy visszolgást keltő betegség esetében ez nagyon fokozottan így van, és gondolom, hogy itt nagyon nagy szerepe lehet, vagy van a hitnek. Mennyire, egyrészt hogyan, most idézőjelben mondom nagyon, használjátok ezt, és mennyire van erre fogékonyság, ugye azért azt tudjuk, hogy az afrikai emberek eléggé vallásosak, csak mondjuk ez a vallásosság sokszor nagyon kevert. De hogyan tud segíteni a hit ennek a betegségnek az meg egyáltalán az integrációban esetleg, meg ennek a ezzel a betegséggel való együttélésben? Nagyon-nagyon jó kérdés. Erre nem számítottam, hogy ilyen a vallási teológiai irányba fogsz is improvizálunk. Azért érdekes, mert én tegnap erről beszéltem, mert tudtam, hogy készültem erről, most felkértek engem, hogy tartsak egy istentiszteletet, és ezt a témát választottam, a 10 leprásoknak a gyógyításáról beszéltem tegnap, úgyhogy... Akkor ott... most megismételheted. Igen, röviden, és nyilván, hogy Jézus én szerepelt ez a történet, amikor leprása csak megállították Krisztus is, csak értek, hogy könyörölj rajtunk, és ő pedig azt mondta nekik, hogy menjetek a papokhoz, és mutassatok magatokat, és útközben meggyógyultak. És egy visszajött, 9 nem jött vissza, egy jött vissza, és a hálát mondani, és köszönetet mondani Jézusnak. Ez nagyon-nagyon erős a történet abból a szempontból, hogy mindenki, aki beteg, általában reménykedik a gyógyulásban. Ez magában egy hitnek egyik eleme, a reménység, mert a remélet dolognak a meggyőződése és a nem látott dolognak a valóságát. Tehát abban a világban, mint Afrika, mint Kongó, ahol
az orvosi eszközök sokkal kevesebb, az egészségügyi felszerelések kevesebb, a gyógyszer kevesebb. Ott az emberek csak gondviselésre tudnak hagyatkozni a legjobban. És ezek a leprások, én azt gondolom, hogy mindennapi reménységük megvan. Ahogy is tudják, hogy Isten küldött bennünket hozzájuk, és így fogták is fel. És látni, hogy mindig reménykedtek abban, hogy fognak. És szerintem a kérdés, hogy mennyire tudunk, vagy van-e valaki, aki tud lenni bennük ezt a hitet folyamatosan, mert sokszor ellankadnak. És itt van a lelkészeknek a szerepe. És ahogy ott voltunk is a kórházban, azt imádkoztunk a találkozásunkat, tehát imádkozták, énekeltek az Istennek a dicsőítő énekeket, és mosolyogták, és viccelődtek, és nagyon-nagyon látszik, hogy ha nincs bennük ez a reménység, és az a hit bennük, akkor még depresszusak lennének. Szerintem depresszus leprás nem láttunk. Nem? Ez tényleg mondhatunk, igen, lehet, aki... Akkor jól dolgoztok. Igen, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ők is hisznek Istenben, és időnként megyünk, és imádkozunk értük. Nem azt jelenti, hogy valaki beteg, akkor azt jelenti, akkor garantált a gyógyulás. Az olyan, mint azt mondja valaki, senki nem fog meghalni. Hát mindannyiunk meg fogunk halni valamilyen formában, de az, hogy ki hisz abban, hogy ha ebben az életben sem sikerült meggyógyulni, de Isten képes feltámasztani az embert, és örök életet ad neki, és új testben, és amikor nem lesz lepra, amikor nem fog kiesni a új tagjaink, a végtagjaink, amikor nem lesz semmi betegség új testben. Szerintem nem szabad csak, hogy ebben a életben reménykedni, mert mindannyiunknak van egy végkimenetele, ami a mindannyiunknak a útja, ami a halál, és ami akár csak a betegség során. A kereszténységben az a jó, hogy van remény, hogy van feltámadás új testben, épp testben és örök életben. És ezek a leprások is tudják róla, ha mégsem fognak gyógyulni. Amen. Igen, erre semmi más nem lehet mondani tulajdonképpen. Szerintem nézzen rá, aki tud, hogy van-e esetleg a minket nézőknek olyan kérdésük, amire bármelyiktek tudna, szeretne válaszolni. Van, te... és felteszem, lehet már az előadáson már válaszokat adtunk. Ha válaszokat adtunk, akkor nem kell ismételni, de legalább olvasunk akkor. Sziasztok, tudom, hogy gyógyítható, de lehetséges-e? Nem, az nem kérdés, az csak hozzászólás. Az alapítvány Évi Molnár. Az alapítványon keresztül milyen segítségnyújtás lehetőségek vannak innen, vagy milyen együttműködések vannak folyamatban és a szervezetek között kongói leprások megsegítésére? Azt hiszem, ezt válaszoltunk, hogy Évi keres bennünket, az alapítvány, és minden évben látogatjuk ezt a lepratelepet, és az elképzelésünk is, hogy hangsúlyt tegyünk a prevencióra, ahogy Ingrid mondta, de anyagi támogatásra is van szükség, és a Péterrel én azt gondolom, hogy lehet az ő szervezetükkel majd valamikor találunk egy közös területet, ahol tudunk együttműködni. Vannak már gondolatok a csirájában, és majd belőle lesz valami. Mi van még? Kérdés, Pétertől szeretnék megkérdezni, hogy hol lehet követni nemzetközi lepra missziót. Péter, mondja, esetleg ha van egy honlap, vagy egy lét, vagy bármi, hol lehet követni a lepra? Igen, nagyon szépen köszönöm az érdeklődést.
Ez angolul lepramissio.org, és akkor mondom az angol megfelelőjét, tehát leprosymission.org. Mindenféle karakter nélkül leprosymission.org. Ez a Nemzetközi Lepramisszió központi honlapja, illetve hagy hívjam fel az érdeklődő kedves figyelmét a magyar nyelvű oldalra, ez a lepramisszió.hu. Szuper. Bodog Katalin az egyik önkéntesünk, kiemelkedő közhasznú önkéntesünk, kérdezi Ingridtól, hogy neked milyen érzésed volt a Kivuvu lepratelepben látogatóban. Ez a Katinak a kérdése. Hát nekem hasonló érzésem volt, mint Eminek, hogy csendben és alázattal figyeltem ezeket az embereket, akik ebben a helyzetükben is képesek mosolyogni és reménykedni, és egyébként ez az egész misszió során és minden misszió során egy önkéntesnek szerintem mondhatom többünk nevében is felmerül, amikor az ember utazik hazafele a repülőn, és tulajdonképpen újra bútolja az agyát, hogy most akkor, hogy miért is panaszkodom, és hogy mennyire hálás lehetek az örökkévalónak, hogy megsegít ebben az életemben, ahol vagyok, mert hogy semmi probléma nincs itt Európában. Tehát igen, van járvány, igen, vannak dolgok, de hogy emberek ugyanabban a 2021-ben, vagy 2020-ban, 2018-ban, teljesen mindegy, ugyanazon a bolygón egészen másképpen élnek, tehát azt hiszem, hogy az érzés az egyforma, talán mondhatom Emiével, olyan furcsán melengető hálás érzésem volt, hogy ott lehettem én is, és láthattam. Még én kérdeznék egyet, bocsánat, szabad még? Csak eszembe jutott közben, mondjam? Igen. Vagy hallgassak el most már. Nem, az a záró gondolat lett volna itt a kérdés sorokban, és akkor inkább mondjad. Na, csak az jutott eszembe, hogy ugye Magyarországon is van, tehát, hogy ugye ezeknek az embereknek gondolom az egyik legkínzóbb az a tétlenség, tehát, hogy ott ülünk, és nem tudunk semmit se csinálni. De hogy nyilván lenne esetleg olyan tevékenység, amit tudnak, mint ahogy nálunk is az ilyen handicapes, mozgássérült, akár szellemileg fogyatékossággal élő embereknek is lehet olyan fajta tevékenységet, akár termékkészítését vinni, amiből valami, ami lesz, azt el lehet adni, azzal az is segíteni az integrációt. Ilyenfajta kezdeményezések vannak-e, lehetnek-e, gondolkoztatok-e ilyesmin? Tehát például én egyszer vettem egy ilyen lábtörlőt, amit ilyenfajta fogyatékossággal élő emberek készítettek, egyébként tök szép volt, és akkor ugye nekik az egy nagy öröm, hogy valami, amit ők csinálnak, az másnak egy termék tud lenni, az más pénzt ad érte. Lehet akár egy szövetkezetet ilyesmire létrehozni. Ez szerintem az jó kérdés. Szerintem minél jobban foglalkozunk a ilyen emberekkel, akkor előbb-utóbb fogunk jutni arra a szintre. És tudnélik, hogy ami érdekes, hogy a leprásoknál is az, hogy nem lehet tudni, hogy innen melyik problémája van. Tehát az egyiknek nincsenek ujjai, a másik pedig lába, egyik lába sincs, tehát a harmadik pedig nem tud lejárni. Tehát a különböző fogyatékosság van, valaki meg szinte a látása is elveszíti. Hát találkoztam olyan leprás, aki szinte már vak is. És azért inkább többféle tevékenységet kéne. Egyébként a Kivuvuban most már nem láttam, vagy nem jártam utána, földműveléssel foglalkoznak. Tehát van egy nagy területük, és akkor ott szokták ők a földet művelni, kukoricát termelni, ilyesmi. Egyet maguknak is, akár az, hogy többet tudnak, akkor valószínűleg lehet értékesíteni tovább. De jó kérdés, gondolkodunk. Jelen pillanatban én még nem gondoltam, hogy esetleg milyen más tevékenységet lehet, de lehet, hogy hát van elképzelése. Bocsánat, én ezt azt gondolom, hogy ezt
rendszer szinten kellene kidolgozni, tehát hogy ugye Magyarországon megvan ehhez a megfelelő rehabilitációs jogszabályi háttér, megvan hozzá, van hozzá alapanyag, van hozzá céltámogatás, tehát van egy pár olyan dolog hozzá, ami jelenleg azt gondolom, hogy még Kongóba kidolgozandó, vagy Afrika más országaiban kidolgozandó. Én nem látom lehetetlennek, de hogy ezt szerintem nem alap, tehát, és bocsánat, nem alapítványi szinten nyilván lehet magokat ültetni, de hogy talán ezt egy magasabb szinten kéne kidolgozni, ennek a rendszerét, egyáltalán az ötletet elvinni, hogy mondjuk ilyen hátrányos helyzetű egyéneket foglalkoztatni. Hát maga a foglalkoztatás is hibázik, igen, ugye Afrikában, ugye erről már beszéltem, tehát hogy miből vesznek alapanyagot, hogyan tovább, hol árulják, kié lesz a bevétel, tehát azért ezt egy jó fogyatékos ügyi törvénybe, egy rehabilitációs szakirányba bele kell rakni, és egyébként egy jó perspektívának gondolom. Én egy mondat erejéig szeretném lecsapni ezt a labdát, amit Ingrid mondott, tehát amikor itt jogszabályokról van szó, kötelező érvényű, nemzeti szintű szabályozásokról, akkor ott az arról tanúskodik, hogy tulajdonképpen az állam tudatában van ennek a jelenségnek, akar és képes is tenni az ő felzárkóztatásuk érdekében. A mi programunk voltaképpen éppen ezt célozza meg, és én nagyon bízok abban, hogy ezeket a magvakat el tudjuk hinteni ez évben, jövő évben történő kiszállásunk, utazásaink során, és azok a döntéshozók, akikről lehet, hogy csak negatív hírekben hallunk, határozott meggyőződésem és hívő emberként optimista is vagyok, hogy tudnak tenni, és akarni fognak tenni a szegények érdekében, lesz társadalmi tudatosság, lesz jogszabály, és valóban el tudnak indulni az egzisztenciának az útján. Hát én kiváló ötletnek tartom Csillának is azt a példáját, hogy akár egy manufaktúrában vagy kisipari szinten mondjuk valamit termelnek, és azt alkalmasint nyugati piacokon lehetne értékesíteni, vissza lehetne csatornázni a kvázi profitot, hogy így mondjam, illetve a szociális vállalkozásnak ugye most már öntelni szakirodalma van, de szerintem az első lépés valóban, ha szabad így mondani, hogy ezek az emberek megéljék a másnak. Én még arra szeretném egyébként bíztatni a kedves érdeklődőket, nézőket, hallgatókat, hogy egy picit hazabeszélek, de engedtessék meg nekem, hogy Magyarországon maga a kormányzat és a külgazdasági és külügyminisztérium számos olyan szubszaharai afrikai országban megvalósítandó programot, fejlesztési projektet kínál. Közelmúltban volt például egy ugandai egészségügyi szűrőegységnek a létrehozása és üzembe helyezése, amely például ugye az ő diagnosztikájukat adott esetben segítheti elő. Tehát akik már civil szervezetek tevékenyek itt Magyarországon, a külügyminisztériumon keresztül is találkoztanak olyan projektekkel, ahol ők szerves részét képezhetik az implementációnak, és hozzájárulhatnak egy ilyen sikeres projektnek. Franz, akkor jöhet ez a végszó. Na, a végszó egy része rólam szól, a másik része szerintem a magyar népnek szól. Azt mondja, köszönjük Franz a lelki gondolatokat is, szerintem a lelki megerősítés nem csak leprában, hanem minden másik betegségben, akár a Covid-ban is. Igen. Eszínoltam, akár a Covid-ban. Tehát akkor ne csak a leprásokról gondolunk, hogy akkor azok rászorultak, hanem mások is, de a lelki megerősítés szükséges minden beteg ember számára. Igen. Akkor elköszönünk. Azt hiszem. Tartsatok velünk a következő beszélgetésen is. Köszönjük szépen, Csilla, köszönjük szépen Gitelt, Emi, Engrét és a Isten veletek és a sok erőt, és köszönjük a közönséget és a rajongóinka és a kedves érdeklődőket is. Köszönjük szépen a meghívást. Köszönjük, sziasztok. Szervusztok. Sziasztok. Jó éjszakát. Thank you.